Remili, ott van Ádám Martin is, egy kis szögletre, de ezt valószínűleg Remili azért csak be fogja tekerni. Remili keményen át, hosszúra Vaskó és gól! Hát ez hihetetlen! Az ember, akire figyelni kéne, másodszor sem sikerült. Vezet a Vasas a 28. percben. Hát hogy lehet ilyen védelmi hibát csinálni? És az a Vasas, amelyikről ráadásul tudták, hogy pontrugásból szerez gólokat, az eddigi 6 góljukból 5-öt pontrugás után szerzett a Vasas. Pontosan tudták a Ferencvárosnál, nyilatkoztak róla, hogy figyelni kell a pontrugásokra, mert 6 gólból 5-öt pontrugásból szereztek. Hogy kap gólt a Ferencváros? Pontrugásból. Kifejeli az a Vaskó, akiről lehet tudni. Hát ez hihetetlen védelmi hiba. Ott van, teljesen üresen, lefejeli keményen, és most is ugyan középre ment, de hát Dibusznak sansza nem volt pont. Nem fejelte bele Vaskó a labdát, így aztán a második fejesével megszerzi a vezetést a Vasas. Hát ezt fogják videózni, és Tomás Dol meg lábon kihord egy agyvérzést. Vaskó a gólszerző, a harmadik gólja már a bajnokságban Vaskónak.